megértem magamnak meg a világnak, hogy az Acer Campestre-ről már több videót nem készítek, de ez itt megállása szólított fel. Észak-Lengyelországban vagyunk egy növénygyűjteményes kertben, és hát kérem szépen egyszer csak szembe jött ő. Ez egy Acer Campestre, nem tudom milyen fajta, valaki tudja meg, írja meg mindenképpen, mert nincsen kitéve a táblája, simán lehet, hogy egy alapfaj. Lényegében mindegy is, jó? Mert hogy most ha ezt a videót látjuk, akkor persze nem úristen milyen fajta, mondjam meg. Nem tudom megmondani, megmondanám, ha tudnám. Lényeg az, hogy mihogy látok nyírás itt az oldalában, simán lehet, hogy egy alapfaj is. Kicsit ilyen pirosasan nyílik, vagy kicsit pirosasan hajt a teteje. Tehát lehet tényleg valami fajta, hogyha utólag rájövök, akkor odaírom a videó alá. Lényeg az, hogy alul nyírva van, ez egészen biztos. Elképesztően nagy zöld bőmbőcök alkot. Amúgy, hogyha benézünk ide, hát akkor nyilván, hogy a bánatban is nézze ki, többen írnak levelet, hogy hát belül nem zöld a fa. Igen, a fa az kívül zöld, belül nem zöld. Tehát nézzünk ide be. Ha mitől is lenne zöld valami belül, ami ugye nincsenek bent ugye levelek, de hát ez a világ rendje, tehát ezt a jóisten így teremtette meg, ez így különleges. Látszik, hogy bírja a nyírás, ugye a többi juhar, az kevésbé bírja, kevésbé szereti. Nekem még ez az első számú kedvencem, mert lehet belőle cserjét csinálni, szolitert, oszloposat, várostűrőfat, tényleg mindent a világon kibír. Ha véletlenül van egy törzses fánk és eltörik, akkor csinálom belőle egy tök jó bokrot. Az Acer Campestre a mezejuharból, itt kérem szépen egy gyönyörű szép nagy gömböt, én ezt álltam, hogy szerintem ezt alapfajból is meg lehet nevelni. Alapfajból ültetünk egyet, viszonylag gyorsan nő. Nyáron néha lisztharmatot azt megsínyli bizonyos években, de amúgy egyébként tényleg örök élet meg egy nap. Nagy zöld tömegképzésére tökéletesen alkalmas. Tehát, hogy akarunk egy olyan fát, ami úgy semmi különös, csak egy nagy zöld problémamentes fa, akkor az a meze juhar, és hát lehet látni belőle, hogy most ide állok, hogy itt van valahogy akkor a 2 méter, tehát akkor az 4-6-7 méter lehet a magasság, de nem is ez érdekes, hanem az óriási nagy gömb, ez a zöld gömb, amit létre lehet vele hozni, illetve hát az, amit a legtöbb kertbarát, akinek van ilyennyi, tud, hogy problémamentes növény, jó? Tehát, hogy nem kell permetezgetni, könyörög neki, hogy nőjön, rettegni, amikor télen fagy van. Én még olyat nem láttam ebbe az életben, hogy a koratavaszi fagy az Acer Campestrét károsította volna. Mindent kibír. Az elsőben gazdagon öntözzük. A nagyon drámai, száraz, aszályos évszakokban, mondjuk nyáron, hogyha vannak olyan évjáratok, amikor drámai az aszály, akkor azért öntözzük, tehát azért úgy ne toljuk el a falig, hogy na hát mutasd meg, drága barátom, hogy mit bírsz ki. Ezt magunk meg a Acer Campestrén mi a se tegyük meg. Érdemes vele gyakorlatilag számolni, akkor, amikor egy nagy zöld tömeget szeretnénk mondjuk a háttérbe vele képezni. Thank you.